Az első két hely valamelyikét megcélozva vágott neki a bajnokságnak a Sunshine Nyikse, amely alaposan átalakult az előző szezonhoz képest. Kovács Tibor együttese a bajnokság első harmadában 8 mérkőzésből 6-ot megnyert és 2 alkalommal szenvedett vereséget. Mindezt úgy, hogy többször is foghíjas volt a csapat sérülések, betegségek, munkahelyi elfoglaltságuk miatt. Az egyesület elnöke elégedett az eddigi szerepléssel. Örömmel mondhatom, hogy a dobogós helyen vagyunk, a harmadik helyen, de nem volt egyszerű szezon, nagyon nehezen állt össze a csapat. Sokkal több jó játékosunk van, mint az elmúlt években, mégis, mivel még idén találkoztak többen először, nagyon nehéz volt őket összeterelni és megtalálni, hogy kinek mi lehet a posztja, és ki melyik poszton milyen teljesítményt tud nyújtani, mi van akkor, ha éppen egy irányítónk sérült, mi van akkor, ki helyettesíti és ki melyik poszton játszik. Szóval ebből adódtak olyan nehézségek, amelyek egy-egy mérkőzésen komoly fejtörést okoztak a vezetőedzőnek. Mivel még a bajnokság kétharmada hátra van, bőven lesz lehetőségük a nyíregyháziaknak arra, hogy előrébb lépjenek a tabellán. Az idén 3 fordulós lesz az MB2, tehát ez azt jelenti, hogy minden csapattal 3-szor fogunk játszani. Ez azért majd jelentősen változtathat a tabellán. Bízunk benne, hogy ott tudunk lenni az első két helyen, az első két hely valamelyikén, és akkor tovább tudunk játszani esetleg az MB1-B csoportba jutásért. Nyilván ettől sem zárkózunk el. A junior csapatunkat, hagyj említsem meg, ők egy nagy dicséretet életnek, veretlenül zárták ezt az őszi szezont a regionális bajnokságban, és majd most egy csoporttal fejjel fognak már kezdeni januárban, úgyhogy január vagy februárban, úgyhogy nekik is nagyon szurkolunk. Több olyan játékos is felkerült, és ez talán az igazi öröm, hogy több olyan játékos is felkerült az MB2-es keretbe, aki helyt tudott állni, és már lehetőséget is kapott egy-két mérkőzésen a felnőttek között, és jól is teljesítettek. Ez azt gondolom az igazi siker, mert az utánpótlás nevelésnek ez a célja. A második kör nyitányán rangadó vár Kovács Tibor együttesére, ugyanis a listavezető Békés Csavát fogadja a Sunshine Nyikse. A vendégként elszenvedett egypontos vereségért a pénteken 19 órakor kezdődő mérkőzésen a Bánki csarnokában vághat vissza a nyíregyházi gárda.